Régen a legidősebb diák egy botra tűzött tölgy csokrot vitt elől, mögötte pedig a többiek, kalapjára volt egy-egy tölgyfalevél tűzve, így sorakoztak fel. Általában egy kerek, zöld selyemszalagot tűztek a vállukra. Aztán az alsóbb éves diákok fáklyás menettel kísérték ki a végzősöket a város kapujáig, ahol szimbolikusan egy fenékbe rugással búcsúztak el tőlük. A diákok innen egyenesen a Vigadóba vonultak, ahol egy bál zárta az ünnepséget. Horváth Inga és Balta Anna.